Jó napot kívánok, köszöntjük Önöket innen a Kazinci Ferenc Múzeum raktárából. Ismét érdekes tárgyakkal jelentkezünk a Kazinci Ferenc Múzeum gyűjteményéből, mégpedig a mai napon uborka, illetve tök vagy káposzta gyalukat mutatunk be. Ég pedig részben a Szemler hagyatékból, rész pedig, részben pedig a Kérdi Nagybozsoki hagyatékból. A kisebb méretű e, gyalut, ezt e, uborka vagy pedig e, tök gyalulására használták leginkább. Ugye két vágó éle van, az egyik, egyik egyenes vágóél, a másik pedig egy tulajdonképpen egy fogazott vágó él, amely szeletelte a rajta keresztül tolt e, uborkát, illetve tököt. Hogyha már a tökről beszélünk, akkor azt el kell mondjuk, hogy a paraszti e, gazdálkodásban, illetve a paraszti étkezésben az úgynevezett úritöknek vagy főzőtöknek nem volt igazán nagy szerepe. E, bekerült Magyarországra a, körülbelül a 16. században, közép-amerikai eredetű növényről beszélünk és leginkább a városi lakosságnak az étkeztetésében volt jelentősebb szerepe. A Magyarországon pedig főleg a Dunatiszaközén közén és Heves megyében termesztették, tehát ott volt jelentősebb termesztés területe. A másik darab, az egy nagyobb méretű eszköz. Ugye ezen is tököt, illetve káposztát gyalultak. Na most a káposzta az viszont már egy az étkeztetésben sokkal-sokkal jelentősebb a paraszti hagyományban, mint az úritök. Azt kell tudni a káposztáról, hogy többféle formában fogyasztották, akár édes káposztának, akár pedig savanyítva, és ugye nagyon jelentős volt a tartósítási eljárások között ez az úgynevezett savanyítás. És ugye tudjuk, hogy a savanyú káposzta az egy nagyon jó vitaminforrás. Egyébként a káposzta az a lakodalmi ételek között is megjelent, hiszen a töltött káposzta az hagyományos magyar lakodalmi étel, mégpedig általában a menyecske forgatás után éjfélkor szokták felszolgálni. És egy korabeli leírást is engedjenek meg, hogy hadd idézzek. Ez pedig Lippai Jánosnak a Posonyi Kert című 1664-ben megjelent munkájából van. Szó szerint az idézet így hangzik, Ez a magyaroknál oly közönséges palánta, hogy alig élhet a szegény ember anélkül. Sőt, a savanyú káposztát még az eleinktől maradott névvel Magyarország címerének szokták nevezni. Köszönjük szépen a figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is, a viszontlátásra!